2005-öt írtunk, amikor Bognár Jenő, akkori polgármester aláírta a Cikádor magazin elkészítéséről szóló szerződést a Tolnatáj televízióval. Az azóta eltelt 18 év alatt Bátaszék jelentősen átalakult, fejlődött, melyről a műsor hétről hétre közel fél órában adott tájékoztatást, részben a bátaszékieknek, részben szerte a megyében és annak határain kívül is népszerűsítve ezzel a várost. Ahogy Bozsolik Robert polgármester fogalmazott, így került fel Bátaszék sokak számára a térképre. Az önkormányzat működése teljes nyilvánosság előtt zajlott például egy képviselőtestületi ülésnek a közvetítésével, hanem akkor került talán egy fokkal magasabb szakmai színvonalra a Cikádor magazinnak az elkészítése, ami gyakorlatilag a városunk életét mutatta be minden szegmensben, a sporttól, a civil szervezeteken keresztül, a kultúrán át, minden olyan fontos mozzanatát a város életének, amire mi büszkék voltunk, és amit szívesen néztünk meg mi magunk is, így a Cikádor magazin tekintetében, de szívesen mutattuk meg a megye széles közvéleményének is, hiszen ezzel is tudtuk mutatni, hogy Bátaszéken milyen aktív közélet zajlik. Hát most néhány hónappal ezelőtt a képviselőtestület jelenlegi Fidesz frakció többsége úgy döntött, hogy ennek a 18 éves történelemnek a végére most pontot tesz. Nem igazán értettük többen, hogy miért, hiszen ez egy igen jól működő rendszer, és egy igen jól működő kapcsolat volt az önkormányzat, a civil szervezetek és a média között. Mi nagyon sajnáljuk, így most ragadom meg az alkalmat, hogy elköszönjek ebben a formában a televízió nézőktől, hiszen február 1-től már a televízió csatornáin keresztül nem lesz Cikádor magazin. Hogy hogyan folytatódik ez a történet, ezt egyelőre nem tudjuk. Mi igyekszünk természetesen mindent megtenni annak érdekében, hogy egyrészt az önkormányzat működéséről minél szélesebb körben adjunk tájékoztatást, hiszen nagyon-nagyon fontos e tekintetben a közvélemény támogatása, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az a színes, aktív civil élet, amire méltán volt büszke évtizedeken keresztül Bátaszék, az is megmutatásra kerülhessen valamilyen formában, mind a bátaszékiek számára, mind pedig a szélesebb közvélemény számára.